Ami segítségünk és ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Istenünk, alázattal borulunk le előtted, és valljuk, hogy egyedül Te vagy Isten. Dicsőítünk Téged, mert Téged illet minden dicsőség. Hálát adunk mindazért a jóért, amit ezen a héten is ajándékként kaptunk Tőled. Tudjuk, Urunk, hogy nem érdemlünk mi Tőled semmi jót. Annyira igazak ennek az éneknek a megállapításai rajánk is. Olyan sok szépet ígértünk mi már Neked, és sok szép ígéretünket hányszor megtagadtuk. Olyan sokszor nem értettük, mikor szenvedni, sírni hagytál, sőt, lázadtunk ellened, és számon kértük rajtad. Olyan sokszor észre sem vettük, milyen sok jóval halmoztál el, és hiányzott a hála a szívünkből és az ajkunkról. Bocsáss meg, hogy sokszor az imádságaink is csak követelőzések, és elégedetlenkedések. Annál inkább köszönjük, hogy még mindig hosszan tűrsz érettünk, és arra válsz, hogy világosan lássunk, és engedjünk a Te igédnek. Könyörülj rajtunk, és ilyen szeretettel és ilyen hatalommal szólj most is hozzánk. Kérünk, Urunk, leplezd le most mindannyiunk életében, hogy mi az, ami még mindig köt és visszatart attól, hogy egészen bízzunk benned, és igazán rejád bízzuk magunkat. Megvalljuk bűnbánattal, hogy olyan sokszor így jártunk mi is, hogy már-már elindultunk, amikor hívtál, aztán a végén mégis maradtunk a bűneinkben, a magányunkban, a hitetlenségünkben. Kérünk, hogy szólj most hozzánk olyan erővel, hogy ez kimozdítson onnan, ahol vagyunk. Köszönjük, hogy lehet növekedni, haladni, fejlődni, hozzád egyre közelebb jutni, sőt, veled járni az utat, élő Urunk Jézus Krisztus. Könyörülj rajtunk, hogy ilyen legyen a mi hívő életünk. És ne csak elmélkedés, ne csak magunkba roskadás, ne tehetetlenkedés. Köszönjük, hogy lehetséges az, hogy Jézust nézzem, és ővéle győzzek én. Ehhez adj nekünk most segítséget a Te igéd és szent lelked erejével. Amen. Isten igéjét a Rút könyve első részéből olvasom, a 14-től 19-ig terjedő versekben így van Isten igéje. Tovább sírtak hangosan, majd Orpa megcsókolta az anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi ezt mondta, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt. Rút azonban ezt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mész, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem, ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta, hogy mindenáron vele akar menni, nem erőltette tovább. Így mentek együtt, ketten, amíg Betlehembe éltek. Kedves testvéreim, ma a gyerekek rendjéhez igazodunk, mert itt lesznek 10 órakor ők is a tanévnyitó istentiszteleten, és az ő éves menetrendjük szerint ma kezdik tanulmányozni a Rút könyvét. Az első fejezet van soron az ő számukra, legyen nekünk is ez az igénk, és értsük meg ezen keresztül Isten hozzánk szóló üzenetét. Valószínűleg a könyv történetét, cselekményét a legtöbben ismerjük. Egy 4 tagú családról van szó, akik békésen éltek Betlehemben, amíg a nagy éhség nyomán a családfő arra az elhatározásra jutott, hogy elmennek
olyan helyre, ahol úgy hírlik, bővebben van kenyér. Így mentek el egy pogány területre, Moab földjére. Ott nem sokára meghalt az apa. Egyedül maradt Naomi, vagy magyarítva Noémi, két fiával. Fölnevelte őket Isten kegyelméből, aztán, ahogy felnövekedtek, egymás után megnősültek. Nyilván odavalósi lányokat vettek fel. Vettek el mind a ketten moábita pogánylányt. Aztán folytatódott a tragédia, ez az asszony nem csak a férjét veszítette el korán, előbb meghalt az egyik fia, azután meghalt a másik is. Ott maradt három özvegy. Mit csináljon ott Naomi? Közben úgy hallotta, megszűnt az éhség otthon, elhatározta, hogy hazamegy. Ekkor azonban már egészen másként gondolkozott, mint az útjuk elején, de erről most részletesen nem akarok beszélni. Naomi szívét megdolgozta Isten ezzel a sok szenvedéssel, és ez a hármas gyász egészen odafordította őt az Úrhoz. Nem szembefordult Istennel, nem az öklét rázta, hanem megtanult imádkozni, magát megalázni. Istentől fogadta el ezeket a veszteségeket. És aki Istenhez fordul, annak a szívét ő megtölti sok olyan kincsel, amit csak tőle lehet kapni. Például igazi szeretettel. Ebből következett az, hogy nem önmagával foglalkozott, hanem a menyeiért aggódott. Most már az a két lány vadidegen volt az ő számára. De mégis szerette őket, és azt mondta, ti még fiatalok vagytok, maradjatok itt. Férhez mehettek, gyerekeitek lesztek, áldjon meg az Isten benneteket, vigasztaljon meg a ti új férjetek házában. Még ezt is mondja nekik. Én meg hazamegyek, mint a szedett fa. Előttem már nincs előttem az élet, majd az Úr gondoskodik rólam. A menyei azonban azt mondták, nem hagyják magára, együtt mennek. El is indultak. Naomi azonban bölcsasszony volt, és útközben még egyszer megálltak, és megismételte a biztatást, hogy maradjon csak otthon ez a két fiatalasszony. Együtt sírtak, aztán azt olvastuk, hogy Orpa egyszer csak megfordult, elbúcsúzott tőlük, és visszament. Ruth pedig ott az úton mondta ezt a gyönyörű vallomást, hogy ne mondd ezt még egyszer, hogy maradjak itt, mert én eldöntöttem, hogy veled megyek. Néped az én népem, Istened az én Istenem, ott akarok élni és meghalni, ahol te vagy. És Naomi, mivel jó füle volt, hallotta, hogy ez komoly beszéd. Úgyhogy nem mondta még egyszer, hogy maradjon ott. Aztán, mikor hazaértek, Isten csodálatosan kezébe vette az ő sorsukat, és Ruth, a megváltó Jézus Krisztus egyik ős anyjává is lett. Erről azonban a könyv későbbi részében van már szó. Most csak erre a három özvegyre figyeljünk, és közülük is különösen majd Orpának a magatartását vegyük közelebbről szemügyre. Ott maradnak mind a hárman özvegyen, és úgy tűnik, hogy másként dolgozzák föl a veszteséget. Ez a két pogány fiatalasszony valami olyannal találkozott Naomi életében, ami számukra ismeretlen volt. Nekik is voltak isteneik, sőt, nekik isteneik voltak, több is, amiket ki lehetett ábrázolni szép szobrokba. Vallásosak voltak ők, tisztelték a maguk isteneit. Naomi nem tudta megmutatni a maga istenét. Ő mindig csak egyről beszélt, és az is láthatatlan. De úgy beszélt róla mindig, mint valami élő személyről. Mint akivel beszélgetni lehet, mint aki ad valamit, akitől az ember elfogadja, vagy akinek az akarata ellen tiltakozik, akivel vitatkozik, akit kérdez, akitől várja, hogy választad, mint egy élő személy. És ahogyan hordozta ez az asszony a háromszoros gyászát, az meggyőzte ezeket a pogány fiatal asszonyokat arról, hogy ez az Isten van. Akiben Naomi hisz,
az valóban az események irányítója, az valóban élő személy, akire ő méltán bízza rá az egész jövőjét, és igazat mond, amikor ilyeneket beszél, hogy ő az Úrtól fogadja el még ezt a veszteséget is, és őre jár bízza az egész jövőjét. És egyrészt az a békesség, ami akkor is sugárzott belőle, mikor a könnye csorgott, másrészt az a szeretet, ahogy nem önmaga lett fontos magának, hanem a menyeiről gondoskodott, és őértük aggódott, ez önmagában bizonyságtétel volt ezeknek a pogány asszonyoknak a számára. Ennyit Naómiról. És mit tudunk meg Orpáról? Azt, hogy ő rá is hatással volt Naómi hite, talán a Rútnak a valamivel erősebb hite is. Ő is elindult hazafelé velük. Először ő is azt mondta, hogy dehogy marad ő itt, hanem megy Naómival, meg Rúttal. Útközben azonban megingott és visszafordult. Együtt sírnak, aztán sírva megcsókolja az anyósát, és hátat fordít nekik, visszamegy. Ez egy félelmesen igaz jelenet, ott a Betlehembe vezető úton. És nagyon sok ilyen embert ismerek, akik úgy látszik már-már kijöttek a pogányságukból, de mégsem lettek az Isten népének a tagjaivá. Akik fölismerték a maguk bálványaik tehetetlenségét, de mégsem ismerték el igazán az élő Istent Úruknak. Akik sok mindent tudnak Istenről, de nem mondhatják el, hogy ismerik őt. Különösen a szó bibliai értelmében nem ismerik, mert a Bibliában az ismeret korán sem csupán intellektuális tevékenység vagy gyümölcs, hanem egzisztenciális életközösség. A legteljesebb közösség két ember között ez az ismeret. Nem véletlenül használja a Szentírás ezt a kifejezést a házastársi közösségre, a házastársak nemi közösségére. Ismerte Ádám az ő feleségét, Évát. Amikor két ember minden tekintetben egyé válik. Ez az ismeret. És amikor Isten ismeretéről beszél a Biblia, akkor a szó lelki, szellemi értelmében ezt a teljes közösséget gondolja mindig. Nem véletlenül mondja Jézus a főpapi imádság csodálatos szárnyalású fogalmazásában, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez nem azt jelenti, hogy tudnak rólad, vagy hogy nem tagadják, hogy létezel, hanem ez azt jelenti, hogy összefolt az életük veled. Mindenestül alárendelték az életüket neked. Állandóan úgy néznek rejád, Istenem, mint a szolga az ő urának kezére, ahogy olvasjuk a Zsoltárok könyvében. Elég, hogy a kis ujját mozdítsa, és a szolga ugrik, és tudja, hogy mit kell csinálni. Nem kell hosszan magyarázni. Értenek egymás szeméből is. Még ha nem mondja is, tudja, hogy most annak az ideje van, és csinálja. Aki ismeri Istent, az ilyen mértékig engedelmes neki. Azonosul vele belsőleg, az akarata teljesen egyé válik Isten akaratával. Nos, ide ezek a félutas keresztjének, az ilyen orpaféle emberek soha nem jutnak el. Elmondhatnak mindent Istenről, fölmondhatnak egy alapvető dogmatikát. Ha ez a belső azonosulás és folyamatos engedelmesség hiányzik az életükből, nem ismerik Istent, és végül is nélküle fognak elveszni. Orpa elindult az anyósával, meg Rúttal, de soha nem érkezett meg oda, ahova azok mentek, és így soha nem látott csodákat, a maga életében nem tapasztalhatta, kicsoda Isten. Mert a végleges szakítása nem volt kész. Olyan sokat mond ez a néhány szó, visszament az ő népéhez és isteneihez. Már eljött tőlük, de véglegesen nem szakított velük. És az isteneket is
meg az élő Istent is egyidejűleg imádni nem lehet. Egy ideig meg lehet játszani ezt a lehetetlent, hogy úgy tűnik, mintha Istent imádná az illető, de a szívében nem szakított az isteneivel. Egy kritikus ponton azonban az ilyen emberek mind visszafordulnak. És kiderül, hogy ha nem szakítottak radikálisan a múltjukkal, a bálványaikkal, a régi szokásokkal, a régi társasággal, a régi eszményekkel, az Isten nélkül fölépített értékrenddel, ha volt ilyen az életükben, akkor az visszarántja őket menthetetlenül. Félig meddig nem lehet az Isten útján járni. Egy ideig lehet azt a látszatot kelteni, egyszer azonban mindenkinek az életében eljön ez a kritikus pillanat, ami itt Orpáéban, amikor lehet, hogy sírva, de mégis hátat fordít az élő Istennek, és azoknak, akik mellette döntöttek, és visszamegy az ő népéhez, és az ő bálványaihoz. Olyan sokan elmondták már, hogy egy-egy Isten tiszteleten szíven találta őket Isten igéje, egészen meggyőző volt számukra, hogy azt Isten mondta nekik, amit ott megértettek, és hogyha ezt most elkezdenék csinálni, az jelentene igazi változást és boldogságot az életükben. Aztán addig halogatták az engedelmességet, míg végül tették annak az ellenkezőjét, vagy valami egészen mást. Miközben az értelmükkel tudták, hogy igaz, amit Isten mond, arra van szükségük, azt kellene csinálni, az hozná ki őket a zsákutcából és a bajok közül, de mégsem tették meg, visszamentek az ő népükhöz, és az ő isteneikhez. Most a nyáron Isten kegyelméből sok egész hetes konferencián vehettem részt. Sajnos többeket láttam, akik így voltak. Akiknek a szíve fölmelegedett ott az Isten szeretetének a tüzénél, akiknek a számára világossá lett, hogy Jézus Krisztus az egyedüli megoldás az ő számukra is, és talán azzal az elhatározással indultak haza, hogy mostantól kezdve ez meg ez másként megy, mivel azonban nem történt igazi döntés, radikális, visszavonhatatlan, átgondolt döntés a szívükben, és nem vállalták annak a konzekvenciáit napról napra újra, maradt minden a régiben, sőt sokkal rosszabb, mert még a lelkiismeret is vádolja őket, most már tudják, hogy nem az Isten akarata szerint élnek, és ez keserves állapotán, az ördög pedig nevet a markába. Eszembe jutott egy férfi, aki egyszer úgy tűnt, meghozta ezt a komoly döntést, és ez komoly konzekvenciákkal járt volna az ő életében, és mihelyt erről az alkalomról hazament, ott várta már egy régi üzlettárs, aki nagy üzletet ajánlott, ő belement, és amikor néhány hónap múlva találkoztunk, sírt amiatt, hogy mégsem azt csinálta, amit annak idején elhatározott, de szinte tehetetlenné vált már azt tenni. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem tud kihozni valakit az ilyen nyomorult állapotból is. De senkinek sem kívánom, magamnak legkevésbé, az ilyen vergődő lelki állapotot. Amikor valaki nem mer szakítani az isteneivel, és azt gondolja, hogy lehet az isteneit és az élő Istent is imádni. Nem véletlenül kezdődik, testvérek, a 10 parancsolat úgy, hogy Isten bemutatkozik, és egy határozott, kemény elhatárolást mond. Én az Úr vagyok a te Istened, nem más és nem mások. Én hoztalak ki Egyiptomból, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. És akinek mégis vannak, az nem tapasztalja meg, milyen az, hogy az Úr kihoz minket ma is Egyiptomból, és csodát csoda után cselekszik a hívő ember életében. Pál apostolnál nagyon világosan látszik ez a döntés. Olyan becsületesen, őszintén leírja a Filippi levél 3. részében, hogy mi mindenben bízott ő addig, mitől remélte az üdvösségét, mik voltak neki a legnagyobb értékek. Az értékpiramisának a csúcsán a törvény állt, a mózesi törvény, amit ő halálosan komolyan vett,
amit ő könyv nélkül tudott is, a Mózes öt könyvét, de az ötödik könyvét feltétlenül, szó szerint betéve, igyekezett azt megtartani, és meg volt győződve, hogy amennyit abból teljesít, az az övé. Az én igazságom, így mondja ott. És váltig várta, hogy ez majd neki békességet ad, és azt gondolta, hogy ennek fejében kap ő Istentől üdvösséget. És újra és újra kénytelen volt megállapítani, hogy nem tudja betartani a törvényt. Van olyan része, amit itt-ott betart, na de ekkor ez sem, az sem, amaz sem, hát akkor remélhető így üdvösséget? Vagy mekkora ez az ő igazsága, ami a törvény alapján Isten előtt igazság? Vagy igazság ez egyáltalán Isten előtt, hogy felit megtartom, felit nem? Hol megtartom, hol nem? Hát Isten igaz bíró. Ezt mi nagyon a mi viszonylagos igazság értékelésünk alapján mondjuk. És akkor ismerte meg Jézus Krisztust, és ennek a gondolatmenetnek a végén írja azt, hogy amit egykor értéknek, nyerségnek tartottam, azt én most a Krisztusban kapott gazdagságért mindet kárnak és szemétnek ítélem. És mindent veszni hagyok, hogy megnyerjem azt, aki Krisztus, és amit ő ad nekem. És ott mondja a 9. versben, hogy most már tudom, hogy nincs nekem saját igazságom a törvény szerint, de van Istentől kapott igazságom a Krisztusért a hit alapján. Nem az én teljesítményeim állnak már a csúcson, hanem egy személy került oda. Jézus Krisztus az értékpiramis csúcsa. És tudom, hogy mindaz, ami érték tőle ered, és mindaz, amim Isten előtt lehet, azt tőle kaptam ajándékba. A hitemmel fogadom ezt el egymás után, az én dolgom az, hogy elfogadjam, és aztán éljek belőle. Egy új értékpiramis épül föl. De ehhez ez a döntés kellett, hogy mindent kárnak ítélek, azért a gazdagságért, amit Krisztusban kaptam. Nos, ez a döntés hiányzott Orpából. Mert ez a döntés mindig egy személyhez kapcsolódik. Figyeljük meg, hogy Orpa korán sem ragaszkodik úgy, sem Naomihoz, sem ami ennél sokkal fontosabb, a Naomi által megismert Istenhez, mint Ruth. Orpának elvei vannak, ő bizonyos tanokat hallott, ő bizonyos összefüggések lett figyelmes, de ennek nincs megtartó ereje. Egy ideig van vonz ereje, de nincs megtartó ereje. A személyes kapcsolatnak van megtartó ereje. Ruth azt mondja Naominak, hogy Istened az én Istenem, aki egy személyhez ragaszkodik, és nem emlékekhez, tárgyakhoz, tantételekhez. Az fog megmaradni a kritikus pillanatokban. Nos, kérjük ma Istent, hogy nyissa ki a szemünket, és lássuk meg, hogy mi minden köt még minket. Javasolom, hogy ezt az éneket olvassuk el otthon majd még egyszer. Minden versszakában előjön ez a vergődés, hogy már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, aztán mégsem. Aztán rájövök, hogy még köt, s lehúz sok minden. Hát meg lehet attól szabadulni. Isten nem lehúzni akar minket, hanem felülemelni még önmagunkon is, a gondjainkon is, és feloldozni a kötelékeinkből. És nem azt akarja, hogy örökké amiatt bánkodjunk, hogy sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam, hanem annak örüljünk, hogy az előtted felelősen hozott döntésemhez most is ragaszkodom. És hogyha sok kísértésnek vagyok kitéve, akkor is Jézust nézem, és ővéle győzök én. Azért szép, hogy ezzel fejeződik be ez az ének, és nem a csüggedés dala ez azért, csak őszinte vallomás. És az utolsó sorban a győzelemről szól, és arról, hogy hogyan lehet győzelemre jutnunk. Orpának a szívében nem dőlt el a dolog, testvérek. Itt kezdődik, itt bent. Az a szép Szathu Szundár Szingnek tulajdonított ének is így kezdődik, hogy eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Lehet, hogy még nem nagyon követem, még azt sem tudom pontosan, hogy ő hova megy, meg én hova kerülök, ha követem, de az eldőlt a szívemben, hogy követem.
aztán ahogy haladunk előre az ének versszakaiban, egyre rázósabb dolgok jönnek, azt mondja, hogy ha nincs is társam és egyedül maradok, akkor is követem Jézust. Ha ez áldozatba kerül, és bármit kell érte fizetni, akkor is követem Jézust, aztán ténylegesen is követi, és halad előre az úton az ember. De előbb a szívében kell, hogy eldőljön. Ezt a komoly döntést akarjuk mi megspórolni, és aztán ezért kell ilyen keserűen tapasztalnunk, hogy már-már megindulok, de mégsem haladok, meg köts lehúz, még földi csüggedésem, meg nem Jézusra nézek, és nem győzök én. Pedig lehet győzelmesen is előre haladni ezen az úton. Nem véletlenül olvassuk a zsidókhoz írt levélben olyan gyakran, ezt a levelet nagyon sokat szenvedő keresztjénekhez írták, hogy álljatok meg mindvégig erősen. Ez sokszor visszatér. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. És nem véletlenül olvassuk a Krisztusért sokat szenvedett emberek életében többször ezt a kifejezést, hogy eltökélte az ő szívében. Dániel is, meg az utolsó idők szenvedéseinél is említi Jézus. Eltökélni a szívünkben, és aztán ahhoz ragaszkodni minden körülmények között. És ez a szeretett közösség az, ami megtart minket. És végül még Rútról is néhány szót. Ő nem sodoródott, hanem döntött. Orpáról úgy tűnik, hogy sodoródott. Megy a másik, akkor megyek én is. Ők ketten menni akarnak, ha most én egyedül lógjak ki a sorból. Hát menjünk. Egy ideig lehet így sodoródni. De amikor kezdődnek a nehézségek, ott már csak a döntés erje tartja meg az embert. Ő nem sodoródott, hanem döntött. Ő nem csak Naómit látta, hanem jobban megismerte Naómi istenét, mint Orpa. És ezért aztán nem lehetett lebeszélni arról, hogy kitartson mellette. Neki is voltak kísértései, nyilván neki is eszébe juthatott mindaz, ami Orpának eszébe jutott, én nem tudom, hogy mi jutott eszükbe, úgyhogy most ne kezdjük találgatni. De azért, ha belegondoljuk magunkat a helyzetükbe, nagy kilátástalanság várta őket otthon. Elmennek idegenként, hallották azt, hogy izraelita férfiak csak izraelita lányokat vehetnek feleségül, ők moábiták, lehet, hogy sosem mennek férjhez, itthon azért mégis nagyobbak az esélyeik, és így tovább. Végül is semmi nem köti őket ehhez az öregasszonyhoz, neki otthon vannak még régi barátnői, talán még rokonai is, ők meg ott vadidegenként őgyelegnek majd. De Rútról kiderül, hogy ő Istenre nézett mindig. És ha ezek esetleg eszébe jutottak is, ő neki az volt a fontos, hogy az az Isten, akit Naómin keresztül megismert, az megbízható és rábízza magát. És a kísértések között ez adott neki erőt. Valószínűleg hallottuk már ezt a példát, én is itt hallottam a templomban, de hadd mondjam el, mert ide illik, hogy mit jelent az, hogyha valakinek a szívében létrejön egy ilyen komoly döntés, és mégis ezer kísértés húzná vissza, hogyan működik az, hogy valaki ragaszkodik Istenhez, és meg tud állni, és Jézust nézi, és győz. Egy az alkoholizmusból szabadult, és Jézustól új életet kapott férfi mondotta el, hogy hosszú ideig boldogan élte a maga hívő életét, hívő barátokat kapott, a munkáját másként végezte, családrendbe jött, stb. És egyszer találkozott az utcán a régi ivócimborákkal. Nagy örvendezés, mindjárt meghívták. Menjen el velük csak egy fröccsre. És mondta, hogy nem. Ő neki egy korty is megállhat, ő ezt komolyan akarja venni. Ilyenkor aztán ismerjük a szöveget, vagy boldog az, aki nem ismeri, hogy mondják, hogy miért már nem szeretsz minket, de nagy képű lettél, mióta hívő lettél. Hát csak egy fröccs, hát annyit csak kibírsz, vagy olyan gyenge vagy, hogy annyit se bírsz már ki. Minden oldalról támadják ilyenkor az embert. Aztán főleg ez hasított a szívébe, hogy nem szereti őket, és nagy képű. Hát ő nem volt az. Hát ha ezzel mutatja meg a szeretetét, hát esetleg bemegy. Aztán besorjázott a társaság a kocsmajtón, ő maradt utolsónak, és ott kint belekapaszkodott az ajtó melletti függőleges esőcsatornába, és azt mondta, hogy Úr Jézus, bejössz velem meginni egy nagy fröccset? Aki harcolja a hit harcait, testvérek, az nem nevet az ilyen mondaton.
Ez egy megrendítően őszinte imádság. Akik harcoljuk a hitharcait, ismerjük az ilyen imádságokat. Amikor Jézusra néz az ember, ott a veresége küszöbén, és Jézus visszarántja. És engedi, hogy visszarántsa. És azok ott bent mondjanak rólam, amit akarnak, hogy mit mondanak, az az ő dolguk. De hogy én most be fogok-e menni, vagy nem, az az én dolgom. És az én megváltom elég erős arra, hogy visszatartson, de nekem kell megkapaszkodni az esőcsatornába, és még inkább az élő Jézus Krisztusba. Nos, ez a harc ismeretlen sok vallásos ember számára. Amikor a kísértések pergő tüzében a végsőkig kapaszkodik valaki Jézusba. Amikor racionálisan minden ellene mond annak, amit hittel elfogadott, azt mondja, hogy Uram, én akkor is hiszem, ha most nem hiszem. Mert te mondtad. Amikor kiderül, hogy csak a lélek kész, de a test erőtelen, az erőtlen testével is térdelveti magát az ember, és talán egy ügyetlen mondattal, de a világ mindenség urához kiállt. Mert ezt megelőzte a szívében egy komoly döntés. És ebből a döntésből jön a hűség. És hűségesnek akkor kell lenni, amikor az embert igyekeznek elszakítani attól, akihez vagy amihez ragaszkodni akar. Aki ezeket a harcokat vívja, arra illik Pál apostol kifejezése, hogy harcolja a hitnek szép harcát. És ezekben a harcokban izmosodik a hívő, és ezekben a harcokban születnek győzelmek. El lehet, most hadd mondjam ezt a csúnya szót, lébecolni, egy életen át harcok nélkül is. Úgy elhívősködik az ember, nem Isten tagadó, úgy tűnik, mintha, csak éppen a kritikus pillanatban kiborul. Mert nem ismeri azt, hogy leborulhat a kritikus pillanatokban is. És onnan mindig újra fölemeli Jézus. És viszi, ahogy a 84. Zsoltár mondja, erőről, erőre, győzelemről, győzelemre. És ez nem a mi erőnk. Ez az, amiről azt mondja Pál apostol, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Még arra is, hogy valaki otthagyja a népét, otthagyja az isteneit, és rábízza magát látatlanba, erre a számára is még csak félig meddig ismerős Istenre, aki mellett azonban döntött. És Isten igazolja magát, és beteljesíti ígéreteit, és csodákat tesz az ilyen ember életében. Ha ma a gyerekeink állnak a gyülekezeti rendünk középpontjában is, Jézus Krisztus áll a középpontban, de a gyerekeink részvétele a hangsúlyos ezen a mai napon. Hagy kérdezzem meg, hogy hova visszük mi a gyerekeinket. Nem azt sugaljuk-e nekik is néha, hogy azért az isteneinket ne hagyjuk el egészen. Azért úgy egészen rábízni magunkat az élő Istenre, az könnyelmű dolog lenne. Nem kell ezt túlzásba vinni. Azért próbáld meg azt, hogy az Istenek is, meg az élő Isten is. Gyere csak hittal, hozzátartozik a műveltséghez, hogy a Bibliát nagyjából megismert, de az, hogy úgy életre halálra, mindent vállalva, Istenre bízza magát, láthatja-e apjától, anyjától, nagyszüleitől, tőletek, tőlünk. Beszél-e a mi életünk Istenről úgy, mint ahogy Naomié beszélt. Hogy azt mondják a gyerekeink, hogy én is szeretnék így élni. Isten segítsen ki minket a magunk képmutató félkereszténységéből, segítsen el egyértelmű, visszavonhatatlan döntésekre, és engedje, hogy lássuk azokat a csodákat, amiket Isten elkészített azoknak, akik igazán bíznak benne. Imádkozzunk. Úr Jézus, dicsőítünk azért, mert te nem fordultál vissza félútról, engedelmes maradtál halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Hódolunk a te engedelmességed előtt, és megvalljuk a magunk sokféle kétejét, a magunk félutas kereszténységét, sok felszínességet, képmutatást. Bocsáss meg, hogy oly sok erőt eltékozzunk látszatok fenntartására, ahelyett, hogy beismernénk neked a valóságot, és engednénk, hogy valóságos csodák közé vigyél minket, és igazán rád bíznánk az életünket.
Beszélj velünk ma még, Urunk, egészen személyesen arról, hogy hol és mi miatt tengődünk mi olyan lelki állapotban, amilyenben vagyunk, és ragyogtasd fel előttünk azokat a távlatokat, lehetőségeket, amiket te nyitottál meg a számunkra is. Taníts meg hinni. Segíts elkezdeni valahol életünk egyik beteg pontján, és adj nekünk gyógyulást. Te szabadíts meg mindentől, ami köt s lehúz. Segíts teljád nézni, beléd kapaszkodni, hozzád ragaszkodni. Komolyan venni a te ígéreteidet. Hinni azt, hogy a te ígéd ma is igaz és érvényes. Segíts rád bízni magunkat, olyan sok nyomorúságot hordozunk sokan, és annyira nyomaszt az erőtlenségünk. Olyan sokszor teljesen tehetetlennek érezzük magunkat, akár mások életének az összegubancolódását látva, akár a magunk problémáival küszködve. De tudjuk, hogy neked minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Szabadíts meg a bálványainktól. Add, hogy legyen bátorságunk egészen és egyedül benned vetni a bizalmunkat, és tőled várni mindent. És segíts, hogy kérjünk is tőled mindent. Olyan hittel, amilyen éppen van a szívünkben. De ezt a gyenge hitet erősítsd kegyelmesen. És vigyél minket is, győzelemről győzelemre. Könyörgünk ma a gyermekeinkért. Bocsáss meg, hogy olyan sokféleképpen botránkoztatjuk őket. Könyörgünk, hogy mindnyájan megismerjenek téged. Kérünk téged, adj itt a gyülekezetünkben is olyan hittanórákat, Isten tiszteleteket, bibliaórákat, ahol lehet veled találkozni, Jézus Krisztus, és ahol lehet növekedni tőled való tápláló táplálékon, a hitben, a szeretetben, az alázatban, az erőben. Könyörgünk azokért, akik foglalkoznak velük. Könyörgünk a pedagógusokért, hitoktatókért. Add a szívükbe a te szeretetedet. Add, hogy a te hosszú tűrésed jellemezze őket. Adj nekik felülről való bölcsességet. Add, hogy úgy éljenek, ahogy tanítanak. És könyörgünk hozzád azokért, akikhez még egyáltalán nem jutott el az evangélium. Használj minket is abban, hogy ne kioktatóan, nagyképűen, számon kérően, hanem úgy, ahogy te, Urunk, szelíden, alázatosan, szeretettel tudjuk hívogatni őket hozzád. És járja át a mi életünket a te szentséged annyira, hogy a mi életünk önmagáért beszéljen, és a mi beszédes életünk teljád mutasson. Segíts ezt elkezdeni már ma. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját telejád, és adjon neked békességet.